Sziasztok, következő kicsomagoló videónk, egy Asus uh, Rock Strix Arian uh, külső SSD foglalat, vagy ház, vagy nem is tudom mi a pontos neve, uh, de nézzük is a dobozát. Láthatok, ezt kibontom, mert most jött. Na, szóval így néz ki a doboza, nézzük is, hogy mik vannak rajta. Aura Sync-es uh, Dual USB kábel van hozzá, tehát kétfajta. 2020 Cesen nyert valami díjat, innovációs díjat. Akkor USB 3.2, Gen 2, Type-C, M.2, MVM, SSD-re felkészítve. Nézzük még mi van itt az oldalán. Meghintós, meg Windows 10 kompatibilis. Van egy ilyen kis szintű hozzá, vagy, vagy nyitótű, nem is tudom mi. Két kábel van hozzá. Van egy ilyen R-alakú tartul, amit fel lehet csatolni valami övre vagy hátizsákra. Nézzük a pontos adatokat, gondolom a hátuljában. Könnyű installálás vagy összeszerelés ezzel a kis tűvel, csak be kell nyomni és kinyílik. Futurisztikus dizájn van, és aura színke világít. Alumínium házból van, és van ilyen hőpad, termálpad itt belül, hogy nem melegedjen túl a SSD méretei 124x57 mm x 47x76 x, x 10,85 10, mm 98 g Windows 7 vagy nagyobb bakkal kompatibilis vagy későbbiekkel Mac OS X10 vagy későbbiekkel Windows 10 per 8 64 bites USB 3.2 Gen 2 Type-C kompatibilis a USB 3.2 USB 2-vel is a sebessége 10 GB per szekundumos. M.2 MK SSD jó bele. A méretek az SSD-ből 2280, 2260, 2242, 2230. 5 voltos, a hőfoka 0 70 fokig, ennyi van rajta. Még annyit el akarok erről mondani, hogy ebben van valami light verzió, ami, ami abból különbözik, hogy az nem adnak dupla kábelt, csak Type-C van hozzá, Ö, meg nincs hozzá ez a tartó, ez az R tartó, amivel fel lehet csippantani a, a hátizsákra vagy övre, meg a kialakítás sincs, szerintem legalábbis én úgy vettem ki, hogy nézegettem, ez a rendes verzió, de bontsuk is ki, és akkor nézzük meg belőle. Na, szóval kicsomagoltam, itt van maga a szerkezet, jó hideg. Itt van hozzá ez a keret, amit gondolom rá kell pattintani. Ezt nem adják a lighthoz szerintem. Nem vagyok benne biztos, de az én tudomásom szerint. A adtak hozzá még egy ilyen, itt a szín, ö, szintű, vagy szintű, na, az a nyitó tű. Ez alatt pedig, gondolom a kábelek vannak. Megpróbáljuk egy kézzel. Igen. Szóval itt vannak hozzá a kábelek. Type-C USB 3.2 Ez meg mind a kettő Type-C Akkor még itt vannak hozzá különböző írományok, papírok Itt van ilyen összeszerelés útmutató Most csak egy kézzel zsonglőrködök Egyes, aha, itt van a kis tű Ezt be kell nyomni, kinyílik Oldalra kell felhajtani, utána felszedni ezt a kis izét, matrica vagy mi van ott, berakni az SSD-t. Ja, itt vagy melyik SSD-t, hogy kell belehelyezni. MK plusz B plusz MK. Ja, így van, hogy kell belerakni, ha. Szóval nem szabad így, így rakni, hogy mutatja ez az X, hanem így az MK-t is úgy kell rakni, hogy fordítva. Na, jó van nézzük még, mi van benne. Nem tudom lapozni egy kézzel. Na Még van benne egy ilyen garancia papír. Ó, istenkém, még egy ilyen. Ez micsoda? Ez a garancia. Na jó, van, megállítom, és akkor összerakom, meg, megnézzük, hogy milyen. Na, szóval kiszedtem, így néz ki. Elég masszív kis szerkezet, nem recseg, nem kopog, elég erős. Van itt rajta egy republik Rockstrix erön felirat, itt van a kis Type-C dugója, ja, és mellette van a kis PIN dugó, meg is nézi belőle. Uh -huh. Na, szóval így, így néz ki. Érdekel az SSD bele. És nem tudom, hogy hogy kell. Ja, ott a csavar. Aha, azzal kell bele rögzíteni. Attól függ, milyen méretű az M2-es SSD. Én néz ki a másik oldala. Jó van. És megpróbálom rárakni azt a külső burkot. Na, felpattintottam rá, nem volt egyszerű, elég passzos. Ilyen <kül> gumis műanyagos valami, ez ez csak egy tépőzáras kis tartó, és akkor úgy működik, hogy itt az R betűnél van egy ilyen kis izé, pántova be, be lehet akasztani, és akkor ez így van. De szerintem ezt le is veszem, mert most nem raktam bele SSD-t, és akkor csak nektek, hogy megmutassam, azért raktam rá. Itt ki van vágva ennek a kis keretnek a helye. Úgyhogy ez így néz ki. csak kupiál, csak most nem raktam rendet. Na jó, van, ez 20 ezer forint volt az a Zemagon. A lájtos verzió az azt 17 körül van. Na jó, van, hát most nem próbálom ki, mert nem tudom hol van az M2 SSD, de amúgy kipróbáltam volna, megmutattam, megmutattam volna nektek, amúgy 10 MB per szekundumot tud a leírás szerint. Na jó, van, tetszenek a videóim, hogy fel a csatornámra, és nem egy lájkot, sziasztok!